Legszebb munkáikat válogatták össze a karádi hímző asszonyok a kaposvári kiállításra. Új és régi darabok is helyet kaptak a tárlaton. Alapvetően a karádi hímzésnek a jellegzetessége egy nagyon ősi hímzés, hiszen fehér alapon fehér, úgy is nevezzük, hogy fehér hímzés. A 20-as évek végén, amikor elhagyták a férfiak a viseletet, zárójelben mondom, hogy a férfi ingeken jelent meg ez a hímzés. A lányok jegyajándéknak készítették ezeket a munkákat, a kedvesüknek, és ahogy mi mondjuk, szívüket, lelküket belevarták. Rengeteg motívum van, amit a környezetükben láttak az asszonyok, azokat hímezték meg. A rózsát, a szívet, a szilvamagot, a tulipánt, a szőlőt, a tölgyfalevelet, sorolhatnám a végtelenségig. A karádi hímzésnek a jellegzetessége, amellett, hogy fehér hímzés, az, hogy levelekből, száröltésből és lyukakból áll össze. Tehát maga az egésznek a felépítése, a szerkezete is nagyon egységes és egyszerű. Ezt a közeli munkákon majd nagyon szépen lehet látni. A karádi hímzőkör mintegy 10 éve alakult meg azzal a céllal, hogy megőrizzék és tovább vigyék az elődök hagyományait, valamint a helyi hímzés mintavilágát. A tagok hetente találkoznak és alkotnak együtt, munkáikkal pedig rangos szakmai versenyeken is sikerrel szerepelnek. A kaposvári kiállításon nem csak a kész alkotásokat, hanem az öltéseket is közelebbről megtekinthetik az érdeklődők. A hímzőkörben 10-12 ember van, hát most olyan 8 embernek a munkáit mutatjuk meg, de érdekességképpen hoztunk olyan régi darabokat is, amelyek ilyen muzeális értékűek inkább, amiken nagyon szépen lehet látni, hogy régen hogyan készítették a hímzéseket, és vannak ilyen mintakendőink is, amin az öltések is nagyon jól láthatók. A karádi hímzőkör tagjai nem csak őrzik a helyi hagyományokat, hanem minél szélesebb körben igyekeznek ezt megismertetni. Nagyon sok helyen jártunk a hímzéseinkkel, kiállításokon, bemutatókon, Budapesten a Hagyományok Házában, a Somogyi Napon, mindig részt vettünk a megyei és az országos értéknapokon is, és ezáltal nagyon népszerű lett. Van egy hivatalos Facebook oldalunk, ahol mindig pontos, részletes leírást adok azokról a munkákról, amiket elkészítünk, és így nem csak az ország, hanem az ország határon túl is ismerté váltak a munkáink. A karádi hímzéseket bemutató kiállítás október 30-áig tekinthető meg Kaposváron, az Együd Árpád Kulturális Központban.